egy izé páncélzat. Hogyha így leraknád a földre, akkor így lehetne bele izé pottyantani egyet, pottyantós WC. Hol kijön a feje? Bár lehet, hogy ez beletartozik a dizájnba. Kettő az egyben, two in van. Már nagyon ki kell menni, akkor leveszi az armort és beleszarik. Device egyet izéből. Még nem találtuk, hogy milyen ellenfél lesz Gordon, az ilyen ad hoc jelleggel lesz. Nézd meg a pózert, még láthatatlanná is válik, de gáz. Még a láthatatlanság az tök gagyi superpower. Az majdnem olyan gagyi, mint izé, Superman. Maga a karakter. Nem tudom, nekem valahogy Superman nem a barátom. Szerintem egy olyan buta hős. Legszarabb DC híró. De most gondolj bele, semmi értem a karakterének. Ilyen Jolly Joker kártya, mert mindennél elősebb. És csak azért tudják elverni, mert kitalálnak hozzá egy csomó ilyen fasságot. Alapesetben kb. Az összes hírónak az összes munkáját meg tudnád csinálni instant. És így hülyeség az egész. Legjobb akkor is Batman. Meg Farkas, csak az ugye nem DC. Őket bírom a legjobban. DC-ben csak a Batman a jó fej. Meg nagyon de miért Farkas, az is halhatatlan. De ő nem úgy halhatatlan, hogy izé... Hogy szup... Hogy nem úgy halhatatlan, hogy... mellé ilyen szuper geci ereje van, és lőni tud a szemével, és... körbe izé uhorja a világot, mint... körbe, izé, olyan gyorsan körbe tudja repülni a világot, hogy visszatekeri az időt. Hanem nem ennyire OP, hanem Farkas csak egyszerűen regenerálódik és badass, és jó arc, meg minden. Ez Clark Kent, meg Superman, az ilyen nagyon gagyi hősök. Így forintot nem ér az egész franchise. Meg a neve is Superman. Ilyen... Superman, szuperember, miért nem ultraember, vagy megaember, tuti van olyan is DC-ben, mert a DC Comics az egy kibaszott fos. Az egyetlen jó dolog, ami kijött belőle, az a Justice League sorozat, de az is azért, nem azért, mert Superman van benne, hanem Batman van benne, bazd meg, meg Green Lantern, ők jó arcok, de mondjuk a Green Lanternből is csak a fekát bírom. Annyira nem bírom a izét, a Hal Jordant, amit a, izé, a Ryan... Reynolds alakított. Egy pillanat, Shirin. Oké, elcsendesedtem addig. Gondolkozom, azt már rég nem csináltam. Na, hello! Akkor, hogyha megvagytok, akkor szerintem mehetünk is. Ez is durva meccs lesz, ahogy elnézem. Igen. Hát két elég OP karakter. OP fegyverekkel. Nem olyan OP-k, mint Gaga. Benned van minden bizodalmam, Gaga. Most tart Wave 6-nál és már 97.000 pontnál jár. Nem viccel, mondjuk így. Nem szarra gurigázik, mi? Hát annyi pontja van bazd meg, mint másik csapatnak összesen. Vagy lesz, szerintem. És arra még kapni fog egy szorzót, meg kurva jó arcok vagyunk. Legalábbis én. Azt nem érdekel, hogy neked mi a véleményed róla. Én adok neki extra pontokat. Lehet csalásnak hívni. Én úgy hívom, hogy... el akarom verni sarkot. Sniper meg egy közelharcos. Kész. Vége van. Igen. Ezek fél perc alatt bedarálják az egészet. Jó, de lesz sok pontjuk. Tessék? De lesz sok pontjuk? Az a kérdés. Nem biztos, hogy lesz. Mert lehet, hogy nem, mert balfaszok. És rosszul csinálják. De az az egészen elképesztő, amit nem hűztek el nekem, de én semmit nem ittam. És semmilyen tudatmódosítót nem fogyasztottam. Én alapból ilyen retardált vagyok. Na szóval ott tartottunk, hogy a DC egy fos és szuperhíró egy fos. Bazd meg, meghalt!
Gaga! De most miért? Így is lett neki majdnem 100.000 pontja. Sőt, 100.316 egyedül. Hoppá! Erre még kap egy szorzót, és ezzel benne lesz a topba simán. Mert egyedül csinálta. És ez nem azért mondom, mert kivételezünk. Meg tényleg így kell történnie. Hát baszki, ez nem sikerült. De geci jól toltad. És jó sok pontot szereztél. Úgyhogy az egy playeres izédre még kapsz majd egy szorzót, aztán fasza lesz. Na jó, kilépek, aztán nyomom a következő csapatot. Szerbusz, és köszi, hogy jöttél. Na szóval, a következő csapat Fene gyerek lesz, és Zsomi Hók. Ha bármelyik kilépett azóta, beleverem a fejem a falba. A tiédet, vagy az övékét? Az enyémet. Az övéket hogy verném? Nincsenek itt a közelben. Na van, elég pénzed. Repülőjegyre. Igen. Nem hiszem, hogy olyan messze laknak. Hogy repülőjegyre lenne szükségünk. Fene gyereket meginveltem. Mi nem lehet egyszerre többet inválni, vagy lehet? Lehet, bazd meg, csak én itt nyomogatom, mint egy retardált. Annyira nem vagyok okos. Na jó. Be lett inválve mindenki, aki számít. Tehát Zsomi és Fene gyerek. Úgyhogy légy szíves, csatlakozzatok. És ti lesztek a mai nap utolsó menete. Azt leszámítva, hogy miután a sassal balfaszkodni fogunk egy kört. Ja. Na, a Fene gyerekben van, már csak Zsomi kéne. Zsomi. Csatlakozza, zsörén oldalhoz. Én már csatlakoztam. Látom. Zsomi is itt lesz. Fasza. Fasza. A gold az mikor fog kezdődni? Szerintem olyan 6-7 óra fele holnap. De nem fogjuk sokáig tolni, szóval az elején kitaláljuk, hogy ki mikor játszik, és akkor a többieket nem basztatjuk. Mert nem hiszem, hogy sokat le fogunk tolni vasárnap este. Na, itt van Zsomi, amint akarjátok, indulhat is a meccs. Nem késtél semmit, hallod, te voltál eddig a leggyorsabb. Akkor nyomjuk. Már indul is a következő! Hihetetlen ez a sebesség. Tehát Fene gyerek és Zsomi Hók játszik most. Az izgalom a tetőfokon. Igen, amióta megy az Origin, már jó a játék is. Jaj, most már így tudunk haladni, csak hát az elejétől kezdve kellett volna. Most gondolj bele, hogyha az elejétől kezdve így csináljuk, hogy megrájuk, belépnek, 10 másodperc múlva már játékban vagyunk. Ja, és hagyjatok, légy szíves meghalni, meg ilyesmi, mert akkor tudok csak spektételni. Wave van. Rendben. Fight. Oké, lekardoltak. Most ők jönnek. Bazd meg, itt egy Sinan, és azt hiszi, hogy oltani tud. Sinan. Nem tudsz oltani. Siri, te hagytad a család. Nem megy ez neked, sas. Kevés azt a lófaj. Azt mondod, hogy nem megy neki. Na szóval. Mivel vannak a srácok? Valami ember csaljal, akinek WC ülőke van a fején. Ah, jó, nem. Mi ez? Ilyen Billy. Billy? A... Hát ilyen Billy-szerűség, vagy nem tudom. Úgy néz ki, hogy egy rossz motoros. Nem cross motoros, hanem rossz motoros. Zsomi Hók pedig... Ő is ember, baszki. Egymáshoz vannak öltözve. Na ez lesz itt a Dream Team, baszki. Ez lesz itt a Dream Team. Nem a lilák. Mi? Nem villamosik. Nem, pirosak. És ilyen világítós armorja van szerintem. Vagy lehet, itt csak E7-esek játszanak.
Világítós. Hát ilyen pirosan fénylik, mint a izé. Foszforeszkál, mi? Aha. Fuck! Sérén számítógép most esett ki az ablakon. Nem, csak leöntöttem vízzel a billentyűzetre. Semmi gond, ennyire ne izgulj. Nem izgulok. Szerencsére van itt füzé, zsebkendő, mert beteg vagyok. Miért valaki gonosz dolgokat gondol. Na, ezt nem a billentyűzetnél kéne csinálni. Nem. Én meg itt még élek, az a baj. Nem akarok közbe szólni. Ugye az nem baj, hogyha... Én nem most meghalok, jó? Mindig. Ha csak életben vagyok a pályán. Csak a spektátoros funkciómat cseszi el. Oké. Nem, sör, víz. Nem iszom semmi alkoholt, én így vagyok ilyen hülye. Na. De hol tartottunk, mielőtt Gaga meghalt és újra kellett kezdenem? Szóval... Ott, hogy elhagytad a család. Elhagytam a DC Universe családot. Na tehát... Superman fos. Wonder Woman fos. John Jones, hogy a faszba hívják. Ő egy érdekes karakter, de szarok a képességei. Na jó, annyira nem. Ja, James Jonah Jamesonnak. Nem, az ilyen zöld ember, az UFO marsi genyó. Az DC Comics-ban van. Ilyen kotonfeje van, és na, mondjuk ő jó karakter. De van egy csomó ilyen retardált karakter van, mint ezek az ilyen madár emberek. Melyek madár szárnya van. És ezért buzogánnyal csesztetik egymást análisan. Azok például borzasztóak. Nem szeretem őket. Olyan bénák. DC-ben aki jó, az ugye a néger Green Lantern, a Green Arrow és Batman. Na jó, talán kicsit Flash. De ő meg nem tudom, nem szerepel eleget. Szerintem. De ott van a Superman, ami mindennél szarabb. Na mindegy. Erről ennyit. Nézzük, hogy Billy fejűek hogy játszanak. Jó, bazd meg a... Zsominak ilyen foszforeszkálós armorja van. Az mit jelent? És valakinek, hát az, hogy foszforeszkál. Hallod, valakinek lőtte a fejét és szétrobbant az egész teste. Ez olyan faszom. Hát ez... van robbanó lövedék, tudod. Persze, tudom. Oly, hogy ne tudnám. Hát annyit Battlefield ez a... Ja. Szerintem ott is. Profi vagyok benne. Na szóval... De nektek van ilyen kis Predator cucca izé, vállán. Az mit tud? Predator? Ha ilyen kis izé, ilyen kis cucca, ami így a vállán ül, és így olyan, mint hogyha fegyver lenne. Hát nem lő? Nem látom, hogy lőne. De ül a vállán, és egy ilyen kis puskának néz ki. Ezzel lehet alieneket tölni? Itt vannak alienek? A Mass Effect 3 az a Colonial Marines. Már ki van adva előre. Akkor minek vennéd meg a Colonial Marines-t? Látod, Sas? Mindent jobban tudom. Igen, nem ismerek megszólalni. Észrevettem. Amúgy meg ahogy írták itt páran jól, az a Destroyer Human karakter, és az a vállán egy rakétavető. Igen? Ja. És az mit jelent, hogy Destroyer Human? Az ilyen föld, tehát utolsó előtti DLC-s karakter. És nagyon durva? Hát egy tank. Tehát van egy ilyen passzív képessége, amit hogy gyorsabban lősz, nagyobbat sebzel. Tehát nagyobb fire rate és ugye több sebzés, meg pontosabb a fegyver. Van rakétavetője a vállán. És hármasával dobálja a gránátokat. Aha. Úgyhogy szóval lehet, hogy ennyi jó. Favorit a játékban eddig. Somi Hawk. Már nem is hármassával, hanem ilyen 5-6-ossával. Aha. Kicsit durva. Kemény srácok ezek. Mondtam én, hogy nálam lesznek a legjobb karakter, vagy játékosok.
Nem is kérdés. Na, én már látom előre, hogy itt mind a két karakter, mind a kettőjüknek izé 100 000 fölött lesz a pontja. Mert izé itt rakéta vetőzik a válláról, anyád de menő volt. Na hát, például ők nem szupermenek, ők menők. Úristen, meghalt Zsomi Hawk! Az hogy a faszba létezik? Hát egyből felállt. Mármint talpra állt. Akkor megcsúszott egy banánhéjon. Igen. Remélem nem laggolnak, és amilyen. Vagy szívás lenne. De hát ilyen ez az Origin. Nem tudom, hogy miért vesznek az emberek szarjátékokat, amikor Origins vannak kötve. What in the butt? És ha már itt tartunk. Nézi valaki az Arrow nevű sorozatot? Én igen, és szerintem kurva jó. Ennyit akartam. Ilyen izé... köztudomású hirdetésnek vége, vagy minek. Vagy közérdekű közlemény? Igen, olyasmi. De az enyém köztudomású bejelentés, ami faszább, mert Shirin sajátja. Zsomi Hawk megint meghalt. Együtt kéne nyomulniuk, én úgy érzem. Csak Zsomi egyből föl kell, azt hogy csinálja? Újraéleszti magát. Ezt hányszor tudja megcsinálni egymás után? Alapjáraton azt hiszem 6-szor. De fejlesztve lehet az 8-9 is. Aha, szóval Zsomi Hawkék kizárt, hogy kikapjanak. De fene gyerek down, hogy a faszomba? Nem, az vagy külön-külön tolják, külön nyomulnak, együtt kéne. Kommunikálniuk kéne, nem tudom, hogy van valami voice commjuk, vagy ilyesmi. Az a baj, hogy itt a két szaláriai nagyon durván kombózik. Szaláriai? Ja. Szalámiai? Igen, a felvágottak nagyon jó harcolnak. Ja, szarvaiknál egy a fejiknél fogva összeakaszkodnak, és így elkezdenek pörögni. Mint a búgó csiga. Mindenkit felöklelnek. Képzelem. De tényleg, az egyik sniper, a másik meg közelharc. Aha. Ez jó kombó. Nagyon jól játszom. De ugye szerintem elég durva végpont pályán lesz kívül itt. Volt. Miért nálam vannak a bének? Na jó, nem. Tudom, hogy nem bének. Jók. Lealáznak mindenkit. Hinnem kell bennük. Ők az enyémek. Az én harcosaim. A te Mass Effect óráidra jártak. Bizony. Nem. Annál azért jobbak. Ennyire azért nem szánalmasak. Hogy tőlem, izé, kapjanak órákat. Piung, piung, piung. Pev, pev, pev. Megy a lövölde. Azaz, itt megy a hegesztés. Dudu Shepard mindenkit hegeszt. Amilyen komoly csapatnak tűnnek, eléggé összeszedetlenül csinálják. Ketten két helyen harcolnak. Pedig ilyen armorban nem lenne jó, hogyha kiesnének. Duduék valamennyire fedezik egymást. Még egyszer se haltak meg. Dudu. És már a hatos hullámnál járnak. Igen. Mit a negyediknél. Amit most csinálsz, azután még van egyed, ugye? Az az utolsó, igen. Te, oda én is becsatlakozhatok? Minek? Hát, hogy... nézni? Igen, persze. Gyere. Kommentálni. Gyere. Természetesen. Mi más miatt. És akkor az utolsót együtt kasztolhatnánk. Megbeszéltük. Vagyis hát én kasztolom, te meg hörögsz. Anyád, megint a izé fegyver. A lézerpuska, ami áramot lő. Vagy nem tudom, majd plazmát. Ott a hák. Jó, mondjuk azt be kell ismernem, hogy a Marvel izé szarok között is van egy elég ostoba híró. A hák. Hogy ilyen izé elpusztíthatatlan, meg izé geci, ultimate erős, meg minden. Viszont őt meg az menti meg, hogy ugye ő nem csak Hulk, hanem ő egyben Bruce Banner is. És Bruce Banner fasza. Jó arc, meg minden.
Sajnos én vagyok az egyetlen, aki streamelni tud. Mert te vagy olyan zseniális. Igen, ezt akartam mondani, ez mutatja a felsőbbrendű intelligenciámat. Úgyhogy amikor azt mondom, hogy a DC Universe szar, és a DC Univerzum nem a maga a játék, az annyira nem rossz, akkor higgyétek el, mert én tudok streamelni. Értitek? Teljesen összefügg. Az én összefüggést. Értem. Én értem. Persze, hogy érted. Vannak abban is szalámik? Itt nincs szalámi. De a DC Univerzben. Ja, a DC Univerzben? Hát, hogyha összetalálkoznának Marvel hősökkel, akkor gyorsan szalámi lenne egy-kettőben. De pik vagy herc? Most valami nagyon okosat akarok mondani egy szalámi fajtát, de nem ismerek szalámi fajtákat. Milyen szalámi fajta van még, baszki? Pál puszta ide az sajt. Csingvon kutya szalámi, az jó? Börzsönyi szalámi, tessék. Börzsönyi szalámi, oké. Okay. Olyan nem létezik, csak mondtam valamit. Jó. Akkor sas húsából készült szalámi. Legyen inkább Lajos Mizsei káposzta. Az nem szalámi. Hát, ki érdekel? De azt hittem szalámikról beszélünk. Vagyis Marvel hősökről, meg DC hősökről. Az egy másik vagyis dimenzió. Vagyis Mass Effect-et kasztolunk. Vagyis... Az egy másik dimenzió. Azt hiszitek, hogy ez a valóság. Pedig ez egy párhuzamos univerzum. Én egy párhuzamos univerzumból beszélek hozzátok. Egy pápusztai káposztával? Vagy Lajos Mizseivel? Hát, nem tudom, hogy pontosan mi vagy. Azt mondod, pápuszta, én elhiszem neked. De reggelire nem eszed meg. Hát nem. Úgy hallottam, hogy le van betegedve. Ide leraktak egy ilyen kis izét, egy ilyen kis... nem tudom, széket, ami ilyen narancssárga szar kört nyom mög köré, és ha belemennek, akkor történik valami, ez szabályos? Sasmester. Még egyszer. Leraktak egy ilyen kis széket, ami egy ilyen narancssárga kört rak maga köré, mint egy ilyen aurát, és ha belemennek, akkor történik valami. Ez szabályos? Ez szabályos. Rendben. Azt vettem észre, hogy Zsomi Hók és Fene gyerek egyre többet harcolnak együtt, és nem külön. Ami jó, mert így nem döglenek meg annyit, és jobbak lesznek a te embereidnél. Most tartunk Wave 6-nál. Megelőztünk titeket. Meg! Az hogy lehet? Lehet azért, mert előbb kezdtétek? Ne bazd meg, megint szarakodnak! Ne, Zsomi Hók! Szép volt, szép volt. Hogy csináltátok? Én sem csináltam volna jobban. Na, most gyorsan meghaltam. Sirin, van egy jó hírem. Nyertem a lotton? Nem, hanem lehet, hogy az utolsó meccsben nem tudsz bejönni. Why? Magyarázd meg. Miért akarod elrontani a szórakozásomat? Pillanat. Miért gyűlölsz engem? Kíváncsi vagyok a válaszra. Mert hárman lesztek, vagy mi? Vagy mi az, négyen? Szóval... ez eléggé durva volt. Ezt még az ellenségemmel se csinálnám. Elméletileg azért nem jöhetsz be, mert hogyha négyen vagyunk, akkor a feladatoknál többet számol föl. Ennyi. Akkor én addig mit csinálok? Bár csináltam azt, amit eddig is. Fasságokat beszélgetek a streamen. Ja, akár. Majd úgyis közvetítek neked. Vajon mi lehet ezekbe a konténerekbe? Te veszar. De ilyen mennyiség, mert itt van kettő is, ez, és ez még nagyobb.
Most egyre ezt tele nyomják te vesz arral, azt mire használják? Mert érted, hogy sci-fi, nem de lehet, hogy te... agrárkultúrára? Semmit? Nem, semmit, nem értek a teveszarhoz, ezt bevallom, ez a... egyik hiányosságom. Hogy a teveszarhoz nem értek. De világos is, fellégy szíves, hogyha tudsz. Én se értek hozzá, de hát akkor... sejtem, hogy az agrárkultúrához van köze. Persze a teveszarral behinteni a izét, mindent. Az valószínűleg jó dolog, mert a földtől nagyon teve poveres lesz. Viszont a teveszar az olyasmi, amit így elképzelek, hogy ilyen arcpakolásnak használnak ilyen nagyon hipster emberek. Szóval ilyen millió dolláros kúrára elmész, ahol teveszart raknak az arcodra. És mivel ez a jövő, így biztos sok burzsujállat van, akiknek szállítani kell a teveszart. Ezért vannak itt a nagy konténernyi teveszarok, amiket itt a hősies fenegyerek és Zsomi megvédenek. Hogy a burzsúj köcsögöknek legyen sok teveszaruk. Ez így logikus. Teljesen korrekt. Én is így gondoltam. Na látod, megbeszéltük. Sokkal többet tudsz sírni, mint amennyit ki. Mint amit megmutatok, igen. More than meets the eye. Ja. Még azt nem hiszem, hogy teveszart enne bárki is. Mert az így hülyeségnek hangzik. Nem tudom, hát a kenyérre kened lehet, hogy finomabb. Nutella? Na már! Most komolyan! Mi van? Mission Field Wave 8! LOL! Hát én ezt kurvára nem hiszem el! Srácok! Srácok! Hát még Silver se tudjátok megcsinálni! És pedig fele gyereknek milyen jó cuccai voltak! Hát bassza meg! Bíztam bennetek és ti elárultok! Na, fene gyerek, 54.273. Zsomi Hawk pedig 42.294. Hát ez nem erős, azt kell mondjam. Eddig még sas emberi állnak az élem. Na, az jó, várjál. Akkor, hogy ez a mostani csapat is elég durva pontokat hoz össze. Direkt magadhoz raktad a jókat, mi? Igen. Éreztem. Ezt előre megterveztem. Ebbe biztos is voltam. Figyeljetek, akkor belefér még egy. Vagy elkezdjem a tiédet? Belefér neked még egy. Az utolsó tiédet. Vagy akkor... Jó, de akkor ki van itt? Ki van itt, aki még nem játszott és játszana? Aki nem játszott és játszana, az írjon rám Originem. Ezt kell tennie. Különben kínok kínjával fog megkínulni. Itt van Fecó és White Raven Hun. Na akkor toljátok. Mert? Így ez mellé. De nem, White Raven Hun az a... Hogy van? Endover. Endoverrel fog játszani, és az neked jön most, nem? Nem, nekem most a izé jön. Gab... vagy nem, Geris. És a izé... Curse Dragon. Ki? Mi? Azokat fogod most izélni? Az lesz az dolgosó, ja? Jó. Na. Itt van Inquisitor. Na, ez nagyon durva lesz, Shirin, figyelj! Itt van Fricó 01, vagy elküldtük már aludni? Várjál, figyelj! Igen. 133.276 és 103.338. De... valaki... 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 Hát Fricó, nem tudom, itt van-e még. Hú, srácok, ez nagyon durva volt, szép volt. Szép volt, srácok, rajtjatok meg. Gratulálok, nagyon jó volt. Aztán akkor várunk Fricó, titeket holnap is. Fricó 01. Fricó, itt vagy Fricó? Fricó. Hát Fricó nincs itt, úgyhogy Inquisitor nem tudok mit csinálni veled.
olyannak kéne még itt lennie, esetleg, ha itt van, hogy Mass Predator és Jordan Master. Na várjál, megnézem, hogy kik vannak itt. Crash játszott, Fecó... Várjál, Ennit, itt van izé? Rigó Hun, ő kivel játszik? Ő Shepard-del. Hú, várjál, akkor lehet őket tudom játszatni. Shepard 9... 209. Csak lehet, hogy is elküldtem el aludni. Ő Shepard Hun? Nem, ő Shepard 92. De várjál, itt van! Hú-hú! Szent katya! Akkor... És ő... És tartolok egy gámét, és beinvájtolom őket, kettőjüket. És akkor tudunk még egyet nyomni? Mennyire kibaszott jók vagyunk. Vagy én. Na szóval... Rigó Hun és... Shepard Hun. Shepard Hun, Shepard Hun. Shepard Hun kilépett. Hol van Shepard Hun? Itt van Shepard Hun. Meghívás. Mi? Sorry, Inquisitor, nincs itt a társ. Izé kéne nekem, Rigó Hun. Shepard Hun és Rigó Hunnak kéne jönnie. Shepard Hun és Rigó Hun! Várunk titeket az egyes lobbiban. Ahol... Ciao. Cső. Hello, hello. Hello, hello. Tök menő lenne, ha még le tudnánk. Nektek is egy kicsit. Na, a részemről mehetünk. Rigó Hun benn van, és izé... Yeah. Rigó Hun benn van, és Shepard Hun írta, hogy jönne. Hajrá, srácok, sok sikert! És örülök, hogy a geteket választottátok. Ne, ugye Shepard nem lépett le. Nem, itt van, jön befele. Ó, ez az! Júj! Na, srácok, itt vagytok? Indul, amikor ti akarjátok. Oké, okay, oké, okay, mindjárt mehetünk. Ez kurva jó. Micsoda? Ez a meccs. Getek, ja, nagyon durva. Tudod, mi a kibaszott vicc egyébként? Na. Hogy 22-47-re sikerült normális ütemben csinálni a játékokat. Ja. Hihetetlen. Hihetetlen. Na és az egyetlen lányjátékos is most játszik. Kemény. Csak úgy mellékesen. Kemény, kemény. Hajrá. És nagyon durván tolja ő is. Jól van. Fellángszolozza az egész szigetet. Izélni, hogy mindenki jobb a te oldaladon, mint az én oldalamon. Nálam is voltak már izék. Hát a lila krogenek például. Jó, jó. Ők is ügyesek voltak, csak valahogy mégse sikerült kombózniuk meg. Pisztolyokkal mentek, ami krogennél nem a legjobb ötlet. Aha. Nem baj. Majd most Rigó Hun és Shepard Hun elintéznek mindent. Bízom bennük. Úristen.
Curse Dragon gyakorlatilag feléget mindent. Garrus meg Sitává lövi a többit. Egyébként érdekes, hogy valaki azt hiszi, hogy ezt a versenyt azért csináltuk, hogy ilyen professzionális kommentár legyen mellé, és igen, sas. Kész, a B-szektorban igen jó lövéseket adtak le egymásra. De hogyha megnézed, a statisztikák szerint a pisztoly találtuk 33% alatt van, ami a világ átlaghoz képest csak 23,2 ponttal jobb. Mi a véleményed? Teljesen egyetértek. Tehát a legutóbbi szezonban ez a pisztoly százalék arány annyira nem volt kiemelkedő, de lehet, hogy most nagyobb fordulatszámon pörögnek a játékosok, úgyhogy teljesen kihozható az, hogy jobb százalékot és jobb teljesítményt nyújtsanak. Azzal a hanggal még olyan is, mint az öreg veterán kommentátor lennél. Na mi a helyzet, srácok? Mondom, most állítgatják, hogy mivel vannak. Ők én nem sietek sehova, nehogy azt higgyétek. Miért van egy Lancer az összes fegyveren, ahogy így nézem a képeket? Ez egy J.J. Abrams játék? Milyen? J.J. Abrams. Ja, lehet. Mindenre. Mondjuk érdekes, hogy ennek a csajnak elég robotsegge van. Igen. Na. Ilyen kábelek vannak ott, meg minden. És ezt honnan tudod? Bátás. Valaki nem figyelt. Egyébként a következő kör az hogy fog kinézni? A goldos, az is ilyen ketten mennek és aprítanak? Igen, csak az egy kicsit durvább lesz. Jó. Nekem megfelel. És más ellenfél, más pálya. Nem, a miénkhez sorsan nem lehet majd csatlakozni, mert annak az lesz a poénja, hogy senki se segít nekünk megcsinálni. Mi balfaszkodunk. Azért segítek Sasnak, mert tudom, hogy szegénynek nem nagyon megy a Mass Effect. Megtanítom egy baj, Shirin többet pár... Megtanítom egy pár jó trükkre. De ugyanazt játszok végig, mint az összes többi játékos ma. Igen. Aztán gold után is végig játszok ugyanazt, mint a játékosok. Tényleg? Hát természetesen. De csak akkor, hogyha le tudjuk tolni a szilvert, jó? Jó. Ha tovább jutunk, akkor goldon mi is játszunk. Oké. Okay. Lehet kreálni kell egy új karaktert, hogy ne legyen magas szintű. Tessék. Meg lehet kreálni kell egy új karaktert, hogy ne legyen magas szintű. Nem? Ja. A rinocirosszal van az egyik csávó. Figóhúj. Rinocéros? Ha ilyen rinocéros ember. Az DC-ből vagy Marvel-ből van? Az Marvel. Most akartam mondani egy olyat, hogy mit tudom én melyik pornófilmből, de nem ismerek egyesen név szerint. Egyetlen rinocéros nevű pornószínész sem ismersz. Nem. Most mondd meg. Így éltem le az egész életemet. Hogy a rinocéros pornóból kimaradtam. Nem is tudom, hogy lett belőlem ember. Nem is lett. Rinoporn. Ja. Kill me, please. Kill me, later. Ó, de engem is szétlettek, fasza. Ne szedjetek föl, hé, ne szedjetek föl!
Bocs, véletlen volt, szóltam. Oké, okay, oké. Felszedtek? Igen. De milyen rendesek veled? Hát jó rendesek, ha nem tudok spektátolni. Szóval van itt rinocéros, meg izé. Ilyen maszkos csaj. Aki meg... Az operász fantomja. De egyébként tök fura nekem, hogy ennyire izé. Mindenkinek van ilyen saját buildje. És nincs valamilyen izé ilyen... Cookie cutter build, hogy mindenki azt használja, mert az a legjobb. Csomóféle képességet látni, fegyvert, fajt. Tök fasza. Yeah. Kár, hogy egy fos játék. Ha nem lenne, akkor még jó is lenne. Egyébként tényleg Simon, hogy nem tetszik, amit beszélünk, meg csinálunk, akkor mi a fasznak nézed? Ki az a Simon? Itt izé sírogat, hogy nem professzionális a izé előadásmódunk. És hogy... És oda, hogy nem? Professzionális. Hogy sokat káromkodunk, és nem beszélünk izé. Akkor kapcsoljon át a kurva sport egyre. Igen, ezt mondtam, hogy olvasson egy pár telefonkönyvet. Hát most... Hihetetlen. Teát ne hozzak esetleg. Az a gond, hogy Simonnak nagyon tetszik, de nem meri bevallani magát, mert a Mass Effect-es haverjai rosszul vennék ki. Megerőszakolnák? Igen. Hát figyelj, ilyen rinocéroszokkal, meg mit tudom én mivel. Én is tartanék tőlük. Nézzünk egy kis izét. Nem tudom milyen faj eszkam. Nézem a seggét az izének, hogy fut. Hát nem túl. Jó. Ő lenne segestjén, Balázs? Nem, mert nem férfi. Jaj, de szar volt. De van ilyen izé, ilyen öve, ilyen Batman öv. Amin ilyen kis cuccok vannak. Mindent kivesz belőle? Bat boomerang, meg ilyen hülyességek. Tudja hívni az izét, a bat repülőt. A gold része kb. Ugyanígy lesz, csak ugye kifogásni pár csapat, akik nem fognak tudni játszani, mert szarul teljesítettek szilveren. És az professzionálisabb lesz. Igen. Ott már a fontos dolgokról beszélünk, behozzuk izét. Gundel Takács Gábort, segít meg a kommentál. Igen, és Palik Lászlót. És... aztán meccsek között lesz analizáló izé, asztal. Ott... Friderikus Sándor és... Asztal? Hát... tudod, ahol kianalizálják az izét? Ja, analizáló. De miért, mit értettél? Agonizáló asztal. Nem, nem agonizálunk, analizálunk. És ezt értsd, a szó legjobb értelmében. Az orange. Agonizing table. Na, Master Mar Chief már nagyon játszott, a legelején játszott, nem? Aha. És kurva jól tolta. Arra jó hiszem. Volt, ja. Ja. Ja, szóval. Lesz izé analizáló asztalunk, ahova meghívjuk Friderikus Sándort, mit tudom én, Vágó Istvánt, mint laikust, és nem tudom, apádat. És Horváth Tamást, aki... aki... középkori pék. És álnevén Horváth István. Szóval ezek a karavánok. Kavaránok? Karaván. Hát van karaván, meg sámli, nem, hogy, van, hogy hívják őt, szalámi. Meg a rinocéros. Meg a get, arra emlékszem. Aztán még volt valamilyen, ilyen kutyámajom. Azon gondolkozom, hogy nem csak Mass Effect-et kéne kommentálnom. Ugye majd lesz izé LOL verseny, azt is kommentálom, ahhoz se értek, de azt legalább ismerem. Meg az Alien. Az Alien nem fogom tudni kommentálni, vagy igen? Tessék? Alien nem fogom tudni kommentálni. Miért nem? Mert nem lesz elég Alienünk.
Azt mondod? Hát neked lesz, nem? Azt annyi. Ja, igaz. Pedig szívesen kommentálnám el, hiszen én minden ezért tök. Főleg ami arról, hogy olyanról beszélek, amihez nem értek. Mint az már kiderülhetett többször is a videó kritikáimból. Valaki jöjjön már meg. Köszönöm. Itt kutya nincsen. Ó, találtam valakit, köszönöm. Ú, elővett az ostort. Üssél, üssél, légy szíves, üssél. Szeretem, ha fáj. Köszönöm. Csak azt nem értem, hogy miért neveznek egy fajt el egy sajt után. Melyiket? Karaván. Hát nem is kamamber. Vagy hát nem értek a Mass Effect-hez, lehet, hogy van benne kamamber is. Lehet, trapista is van. Olyan, mint Shepard. Jaja. Még van egy hátra, találjátok meg, srácok. Na, ez nehezen hal. Mondjuk nem izé, segre pacsizni kéne vele 20 percig, de mindegy. Én nem értek a Mass Effect-hez, illetve de... Bocsánat. Ne. Ki segre pacsizik, kivel? Hát itt az egyik mobbal, itt segre pacsiztak a srácok. Mennyire nem jön be. Kill me, kill me, kill me. Köszönöm. Egyébként ezt ilyen izé, valami nagyon durva szex fetisiszták izé élték, csináltak ezt a játékot. Már? Hát mert az összes ruha ilyen latex, fekete szarnak néz ki. Mindenki izé ilyen szopóállarcban van. Jönnek az izé ostoros csávók, hogy megbüntessenek, ha rossz vagy. Jönnek a bepipázott niggerek, mi? Úgy, valahogy. Ami jobb, mintha hogyha pucérak lennének. Miért te láttál már izét? Megnéztél volna inkább egy pucérkaravánt? Vagy egy pucérrinocéroszt? Hát ilyen karaván megnéznék pucéron. Nem tudom, ilyen maszkkal. Lehet úgy néznek ki mindegyik, mint Darth Vader. Most elég csöndes a meccs. Most tartunk Wave 6-nál. Csak a srácoknak kutyafasz pontjuk nincsen. Kommunikációs routerek vannak. Gyerünk, öljetek meg! Remek. Egész jól megy ez a meghalás. Csinálok majd egy guide-ot. Egy ilyen 10 másodperces guide-ot. Hogy kell meghalni? 1 millió hit lesz rajta YouTube-on és gazdag leszek. Na egyet már be is kapcsoltak, vagy ki. Nézőpont kérdése. És a nézőpontot így úgy értem, hogy vagy hazudok, vagy nem. De az ilyen izé, amivel a Rigóhum van, ez a rinocéros karakter. Ez izé, ez nem látszik ki jobban a fedezék mögül? Vagy nem úgy működik a hitbox? Lehet, hogy kilátszik, de a hitbox nem mindig úgy működik. Szóval, Gagyi. A
Azt nézem, hogy csomó csillámlanak ezek a karakterek, lehet vámpírok. De nem nézd meg, azért mindjárt megint csillámlik egyet. Látod? Hups. Rino Hunnak csillámlott egy gránát az arcába. Úgy érezte, hogy ez nem jó neki. Shepard miért egyébként nővel van? Nem Shepard-el kéne lennie? Nincs Shepard a játékban, hogy van? Nincs. Ez de gáz. Kell lennének ilyen híró karakterek, ja. Aha. Kivel nem lehet lenni? Rigo Hun megint meghalt. De egyébként Rigo Hun, Rinocéros, ez összeesküvés sejtök. Most nézem, itt vannak ilyen kurva nagy tartályok. Hát most már értem, hogy miért harcolunk, bassza meg. Tuti tele van alkohollal. Itt érlelik a izé, get whiskyt. Abból kérnék. Egyébként de kurva vicces lenne ez a kaszta még inni. Nem kaszt, azt nem értitek. Előadás, vagy mi ez? Kurva vicces lenne ez a szar, ha még tényleg innék is hozzá. Gondolj bele. Milyen fasságokat hordanék úgy össze? Vagy úgy össze? Csak rossz helyre raktam a... Ketten kéne, hogy ígyunk ahhoz. Ja. De egyelőre örülök, hogy tudok beszélni. Vagy valami olyasmi. Egyébként a nyerő taktika az melyik az a izé, amikor verekednek? Közvetlen közelről a blinkkel? Vagy mivel toltak a, neked a legjobbak? Micsoda? Milyen nyerő taktika? Neked ki, milyen taktikával toltak a legjobbak? Milyen fegyver, meg ilyen kombó? Nekem. Aha. Az összes. Az összes mi? Tudok távharcolni, közel harcolni is. Aha. Szóval és jó vagyok, középvonalon is. De nem volt valamelyik nagyon ilyen ízés, hogy csak ugrálós volt, mint nálam? Már hogy értve? Hát ott csak így blinkelt előre és ütögetett, mint Vilmos. Na, nem volt valami ilyesmi, ami nagyon bevált? Mit tudom én, hogy csak... Nem tudom. Boxkesztyűvel ment és... Nem, itt igazából ilyen csapattaktikát láttam, ami beválik, hogy ugye együtt mennek. Aha. És ugye fedezik egymást. Sok más. Pontot ad. Sok pontot ad, meg tudnak kombózni. Tehát például most Curse Dragon Lang szórózik, és a másik az meg felrobbantja egy rázással. Aha. Egy túltöltéssel. Érdekes. És akkor lesz belőle Fire Explosion, ami azért egy elég jó kombó. Aha. Mert ugye csapatod is sebez. Nem csak egyét. Annak a csávónak miért van egy vasalódeszka a hátán? Egy lódeszka? Hát de valami nagy fehér szar. Time bónusz. Megy ez. Ennek a végére is elég durva pontok lesznek, ahogy elnézem. Jó, maradj csöndbe. Nem akarom hallani, hogy lealázol. Megint kész egy wave. Most vagyunk wave 7 magasságában. Úgyhogy, újra meg kéne halni. Én már wave 10-nél járok. Hát te olyan jó vagy, mint egyszer. Az neked már az utolsó? Ja. Faszom. Ez a csávó vagy csaj, ez úgy néz ki, mint Raiden. Vagy legalábbis úgy mozog. Ilyen karddal a háta mögött és ugrál, mint egy izé. Valami, ami ugrál, nem tudom, állat. Viszont aggódom a játékosainkért. Hogy? Hát, hogy még Silverbe is azért nehezükre esik néha. Mi lesz itt Goldba? Hát Goldba még kieshetnek, utána már nem. Aha. Az lesz ciki, hogyha senki se tudja letolni a végén.
Minden esetre érdekes lesz a Gold holnap. Egyáltalán van olyan csapat, akiben látom, hogy meg tudják csinálni. De biztos, hogy van olyan is, aki most így éppen, hogy átverekedte magát. És a holnapi Goldot ők nem fogják bírni. Aha. Arról nem is beszélve, hogy utána meg Platinum jön. Jaja. Ez a Platinum az brutális. De arra már a legnagyobb krém marad. Utána pedig a legegyszerűbb lesz a bronz. És azok lesznek a leggyorsabbak. Aha. Hát ott pont az a lényeg. Ja. Azt mondja Simon, hogy Marchief a platinát is letolja egyedül. Azt hát. Én is. Igen. Ja. Te ilyen jó vagy? Ja. Neked kéne versenyezni. Álnéven. Mi lenne az álneved? Nem Saskoma? Igen. Nem én vagyok Sas. Igen. Vagy a legjobb állnév, sírj. Ja, bazd meg. Senki se inné, hogy én vagyok, vagy te vagy. Ez az. Keresni a Google Translate-be török szavakat, és azt hinnék, hogy tényleg Sirin vagy. Vagyis hát, hogy egy random Sirin, akit Sirinnek hívnak. És akkor belennék volt, hogy miért kopizlak téged. Jaja. És miért Sas? Azt nem mondhatom meg. Ha elmondanám, meg kéne, hogy jöjjenek. Ja. És az gyenge vagy, úgyhogy nem mondhatod el. Igen. Az a baj, hogy ez a Curse Dragon, az eszembe juthatja a Curse of Dragon-t, ami a Yu-Gi-Oh-ba volt. És az mi? Valami kártya. És mit tud? Mit tudom én, már nem emlékszem. Hát akkor miért jut eszedbe? Tessék? Akkor miért jut eszedbe? Mert nagyon sokat Yu-Gi-Oh-oztam attól függetlenül, hogy nem jut eszembe, hogy mit tud. Vannak rendes Yu-Gi-Oh kártyáid? Mint a személy. Tényleg? Ja. Nekem is vannak. Akkor mi a probléma? Semmi. Csak még nem találkoztam senkivel, akinek van. De én Yu-Gi-Oh-oztam is, meg HKK-ztam is. Ja, hát nekem is van egy csomó HKK-m. Meg Yu-Gi-Oh. Hát Yu-Gi-Oh-ban nincs olyan sok, az egyszer vettem egy pár csomagot, mert úgy volt, hogy haverokkal azért keménykedünk, de úgy maradt, ez annyi. Azt a kurva. Megvan a legjobb csapat szerintem ma estére. Igen. Nátok sose hallnak meg egyébként? De volt már. Csak mert sepördék halnak, mint az állat. Itt most ott tartunk, hogy 124.000 és 89.000. De jó hallani. Ez beteg. És még nincs vége. Nálunk úgy haladunk, hogy sehogy. De nem is mondom meg. Most túl jók a pontok. 9-es wave-nél. Ti hogy álltok? 9-be vagytok? Aha. Mi már 10-be. Fú. Akkor behoztátok a lemaradást. Ja, valamennyire. Nyomjuk ezeknek a pontoknál még szerintem. Akik letolják rendesen, azoknak nem kell aggódniuk. Első alkalom egyébként, hogy... Hol, bocsánat, csak fáradok. Hogy látom értelmét a izének. A láthatatlanságnak. Hogy értve? Hát hogy izé? Mármint, hogy értve első alkalom. Hát, hogy eddig mindenki nyomogatta a láthatatlanságot, de így nem igazán volt effektív szerintem. De most izé Shepard meg Rigó. Ugye így érezgetik egymást. Shepard izé láthatatlansággal. Ijeszgetik egymást. Élezgetik. Ja, élezgetik. Egyébként a láthatatlanságot főleg sebzésre használják. Igen. Mert hogyha láthatatlanságból lősz ki, főleg sniperrel,
akkor plusz olyan 20%-os sebzést viszel be. Menő. Na akkor már értem, hogy miért nyomogatja állandóan. A többi alapfegyverre is ad legalább egy olyan 40%-ot, hogyha láthatatlanságból lősz ki. Aha. Fajtos! Persze, ahhoz így kell fejleszteni, de értem. Aha. Én ne érteném. Én mindenhez értek. Azt a kurva élet. 139.000 és 97. 140. Jó, hát az egyetlen lányos csapat úgy játszik, ahogy az összes többi nem. Fasza. Ez durva. Úgyhogy szerintem holnapra készüljön fel mindenki, aki nem volt, és még itt van. Ja, össze kell kapnotok magatokat. Curse Dragonék gyakorlatilag lealázták a mezőt. Most szerintem ők a legelsők egyébként pontokból. Tehát levonhatjuk a konklúziót, hogy a Otherworld-ös csaj olvasók a legjobb gamerek. Az összes ja. Többi. Bizony. Ők vannak a legkevesebben, viszont a legjobb. Hát azért más weboldalakhoz képest annyira nem. Na bazd meg. Most nem. Ez durva. 147.763 és 106.777. Hát ez akkor kicsit... beteg. Odavertek mindenkit. Na hát srácok, gratulálok. Ez gyakorlatilag az este legjobb meccse volt. Most vagyunk Wave 10-nél és Device Disable van. Ez minden túlzás nélkül ti voltatok a legjobb. Úgyhogy a keresztapa gratulál nektek, szép volt. És holnap várunk titeket a goldra. Csinálod kéne így egy kritikát, sos. Fájna, rossz lenne. De mindenkinek tetszene. Hát ez majdnem sikerült. Itt gondok lesznek, sas. Mi van? Beszorította őket egy hák. Hú, bazd meg, Rigó megint meghalt, és valószínűleg pont a izé Hulk mellett, itt centivel. Meddig van életben, Rigó? Vagy most izé, megpróbálja lehozni? Shepard. Ez érdekes lenne. Get to the chapa! Ja nem, Rigó életben van, fölélesztette magát. Fasza. Most nézzük kicsit őt. Hogy űrshotgunnal lő az űrhákra. Egyébként kurva fasz a dizájnjai vannak itt az armoroknak. Csak néha így nem értem a funkciót. Hogy ilyen nagy WC izé, lukak a hátán, meg mit tudom én, közepén világító vacakkal. Mert érted, ha még lefele nézni és repülni lehetne vele, az oké. Okay. De ezzel mit lehet így? Abban tud izé tálalni, vagy mi? Fura. No. Még poénkodnak is. Elképesztő. Azt mondja Curse Dragon, I don't get it. Érted? Értem, mert get is get. Ugye, ugye? Aha. Még van egy device, ami disable-ni kéne. Csak úgy mondom. Igazából nem mondtam be nekik chatbe, de... Amúgy nem értek a Mass Effect-hez. Most még direkt leölnek mindenkit, mielőtt... az utolsó device-t megnyomkodják.
Gyerünk, menni fog. Ha jó. Bocsánat. Ó, faszom. Hol elhúzod a sas barátom? Ja. Rigo hun down. Black Hawk down. Gázra, de már nem találták volna fel a mesterséges intelligenciát a játékhoz. És izé, összes játékban minden NPC-t egy játékosnak kéne irányítania, akit mondjuk fizetnek azért, hogy játszom vele. Minden cégben lenne, mit tudom, hogy több ezer ilyen izé, ember, ilyen mexikói munkás, akik az NPC-ket irányítják, mert nincsen izé, AI. Érdekes elképzelései vannak. Ugye? Na, mondjuk az egy érdekes munka lenne. De nem hiszem, hogy sokan tudnák csinálni, mit tudom én, egy hét vagy hónapnál tovább. Mert folyamatosan ugyanazt megcsinálni újra, meg újra, meg újra. Azért... erősen idegbajt kaphatnál tőle. Extraction area, az nekem pont nem kell. Szóval én a másik irányba megyek. Én a execution area-ba megyek. De most már bosszút akarok venni ezeken a idéken. Nyomikon. Jó, végeztetek, mi? Ja. Nekünk még másfél perc. Aztán utána mi jövünk? Ja, az milyen geciség lenne, egy MMO-n kéne NPC-t alakítanod. Sándor elmászná onnan, ahol lenned kéne. És nem találnak meg a playerek. Így üzé pulykálnál szekrényekben, vagy mit tudom én. Az nem lenne rossz. Basszalek, Shepard meghalt, de hogy a faszba? Nem is értem. Ajaj. Jó szarája van az extraction pointjuk, ezt meg kell hagyni. Most ellövik az összes izé rakétavetőt. A végén. Na gyerünk már, azt a 8 másodpercet bírjátok már, kisrácok. 5, 4, 3, 2, 1! Ez az! Szép volt, fiúk! Ahogy tanítottam! Na nézzük, mennyi pontjuk van, nem is néztem már mióta. Skippeljük ezt a hülyeséget. Azért Shepard oda tette magát, hallod? 150 ezer pont? Az nem rossz. Annál volt több? 150? Ezer. Az nem volt még. Hát akkor másik... ennyi van! 58.931. A legjobb egyéni pont nálam volt, úgyhogy... az igaz. You suck. Én vagyok a legjobb. Na jó, hát ennyit erről, ennyit a versenyről egyelőre. Mára igen. Mára igen, holnap 3 órától folytatjuk, és most kezdődik a... az örök rangadó. Igen, let's get ready to rumble! Azaz. Van egy olyan érzésem, hogy ez már nem fog olyan sokáig tartani.
Miért beszélek ilyen idiótán? Nem tudom. Be kéne fejezni. Na meghívtalak. Ja, éppen töltök, sorry. Jövök. Shepherd parancsnok, ügyesek voltatok, Rigó is, mindenki. Csatlakozzunk. Let's do this. Viszont most akkor kilevelelem magam. Hogy azért ne esélytelenként induljak. Csak félig. What the fuck? Ugye nem indítottad el? Ja, semmi jó, mindegy. Nem tudod elindítani nélkülem. Na szóval, van 58 pontom. Autólevel jó lesz, köszönöm. Az jó, nem? Végül is. Autólevel, mindegy. Nézzük, milyen fegyverrel nyomulok. Mire tudom lecserélni? Empty. Tehát csak ez az egy fegyverem van. Aha. Aha. Kis pisztoly és assault rifle. Nem baj, letoljuk így is. With the power of Shirin. Meg a sas felé lesz sokszor. Na jó. Most elásom magam. Nagyon, nagyon mélyre. Majd azért Facebookra tolj majd ki egy posztot, jó? Rendben. Hogy mit voltak, meg mikor lesznek, mert azt szerintem többen olvassák. Meg azt te is küldheted e-mailbe a Nyomiknak. Ja, én veled kéne, hogy legyek, igaz? Hú, mi a péniszem van? Ezt tudom, ez ilyen izé, fingós. Ez mit tud? Ez ilyen robbanós, oké. Okay. Hú, az jól nézett ki. Faint. Ó, ez egyszerű. Sas lehoz nekem mindent. Lévök, beleszarok a levesébe. Te mit googolsz ott, faszfejű? Mondd a niggernek, hogy ki a nigger. Te vagy a nigger. De nem mondunk ilyeneket, ez most OV Broadcast. Légy szíves, moderáljad magad. Azt le tudod lőni izén keresztül? Van armor piercing roundom, ja. Az menő. Ó, te is tudsz ilyen buziságot, hogy oda teleportálsz, menő. Egyébként, ha ezt lehozzuk, ez teljes mértékben az én érdemem. Az igaz. Engem is te tanítottál. Hogy tudom? Ó, Istenem. Gondok vannak. Várjál. Vagy hát ne várjál, csak én csinálok valamit. Csak át kellett ez a szart állítani, mert... para van. És most ki is fagyok legalább? Aj, de már. Ki fagytál? Át akartam rakni full screenre, és most bepüzéltem. Bepistult minden. No! Zseniális vizé versengésünk! Fuck! Na várjál, megpróbálok valamit. Hát ha. Vagy nem. Oh boy. Mass Effect 3, Mass Effect 3, hol az van? Origin névtelen. Origin, Mass Effect verseny. Mi most mi van? Itt? Hát beszarok, nincsen a fizé alkalmazások között a Mass Effect. Csatlakozz be újra addig. Remek. Szarul érzem magam.
Elbaszom neked. Nem, mint nem hozzád le egyedül, de én nem tudom megmutatni, hogy mennyire fasza vagyok. Ó, Dörgold online, csatlakozás. Nem tudom. Most mi van? Nem most indul a game, jövök befele, bocsánat. Intrókat inkább ugorjuk át. Miért nem akarja ez a szar az igazságot? Jó. Downloadable content, mert arra úgy szükségem van. Tessék! Semmi, szenvedek, jövök be. És tényleg full screen-en vagyok, és most nem fog itt szarakodni. Mert amikor lefele húztam az egeret, akkor meg oldalra, akkor így előjött a start menü, meg az ilyen kis szar párom, ami így alul van. És így belaggoltatja az egész játékot. Felé fos. Remélem ki tudsz tartani addig. Hát nem biztos. Hopp, benn vagyok. Szalom. Olyan baszott keveset sebzek, hogy ez valami hihetetlen. Gyere ide, köcsög fejük. Valahogy a srácoknak, akik játszottak, ez gyorsabban ment. Mivel kell milizni? Ja, megvan F. Oké. Okay. F-fel. Kettud a csapa. Lábára kéne lőni, mi? Vagy bele lehet lőni a szemébe? Ja. De benne, hogy lövöm itt 10 percig, és ez így piciket megy le a HP, amikor eltámadtam, oda mész, és így dur. De semmi se lenne. Vár, megjövök. Miért te tudsz blinkálni? Azért a kamihámét megkapta a köcsögét. Elő a nyomorultakkal. Las Miserables. Jövök! Jó, az fész, mint egy bolond! Ez a faszi, ez nem rakad fönt a levegőben. Egyáltalán nem. Ó, bazd meg. Segítség! Jövök! Ezek nagyot basznak, kicsit sebzek beléjük, és nem repülnek fel a levegőben, amikor rájuk lövök. Hoppá. Az se van meg. Oh,
Olyanokat somsz a fejükre. A végén az lesz, hogy izé, neked lesz a legtöbb pontod. Az összes jelentkező közül. Azon meglepődnék egyébként. De most komolyan. Igen. Aha. Egy nem. Szervusz, Zoli! Zoli! Zoli nézze a streamet, úgyhogy... Jaj! Úgyhogy nem vicceltünk a bölcsészekkel. Az egy nagy! És közben bigyó is. Az anyád. Ebben a játékban még nem volt killem szerintem, csak asszisztom. Jó, akkor vedd meg azt is, te! Fussunk! Persze, hogy azt nem fogja izé. Miért fogná? Bassza meg, mi jöhet meg? Ja, közben nyomogatik én a space-t. Ugye akárhányszor fel tudsz szedni. Igen, akárhányszor. Oké. Szép. Jól csináltad. Bíztam benned. Nem vezettél tévútra minket. Megy ez már Wave 6. Olyan hülyén érzem magam, hogy én fedezékekkel bajlódok, meg mit tudom én. Itt sas az izom, én az ész. Ez itt a felállás. De nem azt akartam! Be akartam bújni! Ez az kill, kaptam egy killt. Hújjaj, ott is gonoszak, mindenhol gonoszak. Még egy kill. Na hát nem véletlenül hívnak az aranykezű Sirinnek. Senki se hív így. Hú, mellé lőttem, meghaltam. Ezeket a pajzsosokat nem tudom, hogy kell megölni, ez a baj. Köszi. Elfutok most, úgy döntöttem. De nem menekülök, hanem csak edzés miatt. Are you fucking serious? Most föl kell összegyelek, vagy mi? Vagy te nem vagy olyan puncher, hogy izé. Szétlövöm a cipődet. Na még egyet. Ez az. Jól csináltam. Na, what's up? Fegyvert a shopba tudtam volna egyébként venni? Ja. Hát ez jókkal mondod. De azt úgyis random ad. Nekem tetszik ez, hogy elrepülnek. Az antigravitációs izémtől. Susmussomtól.
kapom azt a zsíros asszisztot azért. Azt tökölődtem, az fájhatott. Elfőtt a fegyverzetem. Getán on én türp tüp. Vagy valami ilyesmi. Úgy döntöttem, hogy közel maradok hozzám. Hát ez kibaszott semmit se sebzett. Most itt elkezdett táncolni nekem. Nem tetszik, hogy azt hiszi, hogy ennyire béna vagyok. Azt hiszi, táncolhat. Táncolt neked valaki. Aha. Megdobtam egy ilyen izé, bum-bummal. Csak szart se sebzett rajta. És utána elkezdett táncolni. Hogy állunk? Hanyadik wave? 8. Hihetetlen sebességgel csinálom neked a véveket. Ojajajajajaj! Nem jó, shields gun, shields gun! Köszönöm! Ment volna egyedül is, de köszönöm. He? Össze-vissza repkedsz, azt se tudod hol vagy. Ups! Azt arccal hárítottam. Ez azért volt, hogy ne téged találjon el. Ezt csapatmunkának hívják. Szép volt. Köszi. 9-es év. Megy ez, megy ez. Most maratont futunk, vagy mi a helyzet? Ostoros! Nem tudom, mit csinálok, megint meg fogok halni a faszom. Itt is egy, ott is egy. Gyerünk, sas! Ez nem sas, ez belém rugott. Ajjaj. Hát akkor megint spektátor mód. Ha most így belegondolva, te vagy az első ember, akinek fehér armorja van ma. Mindenki ilyen dárkos, meg ilyen izére megy. Nyomiságokra. Megy a fejlesztés, Sanyi? Sirin. Ha kell valami segítség, szóljatok nyugodtan. Én mindenhez értek. Mint ahogy azt... láthattuk.
Jajjaj. Oda kell, oda menjek? Ja. A halmos halok meg. Ha ott egy nagy robot, ott van még egy robot, mi a fasz csináljuk, sas? Gyere ide. De minden oldalról robotok vesznek körbe, kurva anyját. Nyomj egy hetest. Mit? Hetes gombot. De meghaltam. De nyomjad, nyomjad. Nyomom, de nem történik semmi. A francba. Nincsen életem. Nyomogasd a space-t. Meghalok, meghaltam. Kész, ne gyere. Fölösleges. Várni fog. Ez már 10-es wave. Azt a kurva. Nem, ezek utána nem toljuk, ez az utolsó, mert már gecilek vagyunk fáradva. Sas még beteg is. Legalábbis azt hazudja. De irritáló hangja van ennek a vacaknak. Azért. Sos. Igen, azok öltek meg. Azzal mi lett? Ki magyar? Neee! Ugye még fel tudsz kelni. Menekülj onnan. Meg lett? Meg. Nem vagy szarsas. Az meg brekegett egyet? Ezek mind brekegnek sajnos. Ja, hát még van valahol valaki. Az igen. Ő hogy került oda? Ez egy nagyon jó kérdés. Amúgy is full. Na, itt mi a taktika? Ne legyél az AZ-nél, csak az utolsó 10-20 másodpercben. Oké. Okay. Azért. Á, esélyem sincs már itt. Minden egy hitel a faszba. Ez a vacak-vackom, ami így fölemeli őket a magasba, és azért. Ez kutya szarra se jó ezek ellen már. Köszönöm. Fia, jól csináljuk. Akkor én meghalok az elzénén, és spammelem a space-t.
Dragon! Die! Egyet megöltem. Igaz, hogy majdnem megölt. De hát ez van. Az nem barát. Gyere az Enzihez. Ott vagyok. Majdnem. Itt vagyok, itt vagyok. Kettő, egy! És élek a végén! Hihetetlen. Nagyon szép volt. Nagyon gyönyörű volt. Most nézzük meg, mennyi pontot kaptunk. Nézzük meg. Hát ez bizony egy keserves nagy vereség, és sas, neked lett a legtöbb pontod. Bár a társad ebben nem sokat segített. Úgyhogy... 25 assziszt, amba jó vagyok. Na jó van. Hát akkor szerintem mára ennyi. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki nézte. Tehát akkor a fontosabb információk. Holnap, azaz vasárnap, 3 órától folytatjuk a szilverekkel. Letoljuk őket, és utána azonnal folytatjuk a goldokkal. A gold az csak annyi lesz, hogy másik pálya, másik ellenség, és gold szinten leszünk. És azt fogjuk tolni, hát szerintem olyan 6-7 órára végzünk a silverrel, és akkor utána egyből gold. És akkor toljuk, mit tudom én, 10-ig. Hát ahogy jó az embereknek, ugye? Ahogy jó, igen. Szóval nem kényszerítünk senkit semmire. Úgyhogy, na jó van. Ebből kilépünk. Ennyi az egész. Köszönöm mindenkinek, aki nézte. Ez volt az Other World első Mass Effect 3 tournamentjének első napja. Reméljük lesz második, és nem esik egy meteorit a fejünkre. Ja, szervusztok! Jók voltatok, meg gratulálok!